Amerikában az első az, hogy minden először itt van, hogy még a kakában is, nekem is ez tetszett végül, hogy a kakában is pénzt lehet csinálni. Kakából pénzt, abból meg várat, vagyis házat, méghozzá négyet. Erről mesél az amerikai magyar néni, aki a kertjében összegyűjtötte a szarvasok kakiát, aztán olyat csinált belőlük, hogy az agyamat eldobtam. Ez és sok minden más jön a nagy amerikai szuvenírkörkép. Bevallom nektek őszintén, én hatalmas rajongója vagyok a bólogató kutyáknak, az integető macskáknak és a porcelán kerti törpéknek, vagyis a kihagyhatatlan termékeknek. Ezeknek ugye jelentős része szuvenír, úgyhogy most jöjjön egy emléktárgy körkép jelenlegi lakhelyemtől Floridától, Hawaiion át Alaszkáig, ahol megismerhetitek Ilonka nénit, aki a jávor szarvasok kakiából gazdagodott meg. Nagyon-nagyon és nagyon. Most figyeljetek! Szóval ez itt Daytona Beach, a 70 000-es floridai város, amely azt hirdeti magáról, hogy itt van a világ leghíresebb óceánpartja. Szó mi szó, ami szép a szép, de ezek szerint ők még nem voltak Hawaiion. Szuvenírboltok azért persze itt is vannak, ezekben a shopokban pedig hatalmas a választék. Amilyen emléktárgyhoz itt nem lehet hozzájutni, az talán nem is létezik. Hát itt már eleve csodálatos a kínálat, ahogy láthatjátok. Itt vannak a kis kupicák, aztán utána természetesen a daytonai homokkal megtöltött kis üvegecskék. Ott vannak a bögrék, kulcstartók, szóval itt van minden, ami egy szuvenírboltba kell, meg ahogy látom, olyan is, ami nem kell. Hát és azért itt is van egy igazi Joker, egy alligátor fej, az előbb megnéztem, mennyibe kerül. 90 000 forintnyi dollár. Amúgy a szegény alligátorok preparált feje kifejezetten borzasztó, az meg külön is, hogy még méretre is kaphatók. Ez pedig már a csodák birodalma, vagyis Hawaii, ahol szintén mindenhez hozzá lehet jutni. Persze, hogy így van ez, hiszen Aloha Föld a világ egyik legismertebb turista paradicsoma. Csak Oahu szigetére naponta 35 000 ember érkezik, van mit eladni nekik. Az emléktárgyboltokban itt is nagy a kínálat, a nyakláncoktól a rendszámtáblákon át a hűtőmágnesekig minden kapható. Nem beszélve a hulatáncot táncol, rendkívül igényes műanyag polinéz lányokig és fiúkig. Nos, Barnabás fiammal innen, vagyis Hawaiiról indultunk a másik különleges állam Alaszka felé, hogy ott aztán az egyik ámulatból essünk a másikba. Felmásztunk a hóval borított gleccserek tetejére. Aztán megcsodáltuk a rózsaszínre festett káprázatos alaszkai éjszakákat, majd egy különleges alagúton keresztül eljutottunk a világ egyetlen olyan városába, Whittierbe, ahol a város összes lakója mind a 287 fő egyetlen épületben lakik. Aztán ott volt még a titokzatos orosz Alaszka, a hagymakupolás templomaival, a csak oroszul beszélő lakóival, meg a matrióska teázójával. Szóval repültünk, hajóztunk és vezettem, méghozzá olyan utakon, ahol nagyon kellett figyelni Alaszka nemzeti állataira, a jávorszarvasokra. Egy párat sikerült is lefilmeznem. Nos, ezek az állatok nagyon egyenletesett kakilnak. Ez a tény amúgy szinte egyáltalán nem érdekelt engem, egészen addig, amíg el nem jutottam Alaszka legnagyobb városának, Anchorage-nak a központjába. Itt aztán meghallgattam egy helyi őslakos, dobos zenés énekét, aztán betértem a város legendás szuvenírboltjába, és egyből megértettem mindent. Lehet itt kapni jávor szarvasos hűtőmágnest, mesekönyvet, fülmelegítőt és plüss jávor szarvast kicsiben, meg egészen nagyban is. Ennek a példánynak az ára amúgy több, mint 3 000 000 forintnyi dollár.
Nos, itt a Jávor Szarvas Kultusz Központjában árulják a magyar néni Gmózer Ilonka találmányait is, amelyek égköve a szárított jávorszarvas kakiból készült fülbevaló és karácsonyfadísz. Jó biznis, persze, mert ugye nem kerül a kaka semmibe. Ez itt Anchorage elővárosa, ahol egy takaros háznál találkozom magával a feltalálóval. Megölel, köszönöm szépen! Bújist Mörtko vagyok, örülök, hogy beszéltünk. Sokolom, Ilonka, hogy tetszik lenni? Ilonka néni amúgy egy tündér, és nagyon-nagyon furfangos. Minden ilyen kecstárgy, emlék, szuvenír kakiból készült? Ez igen. És jól el lehetett adni a piacon? Én nem mentem ki piacra, én tőlem jöttek és elvitték. Már háztól elvitték? Én nem árultam a piacon. Ilonka amúgy azt meséli, hogy a szárított jávor szarvas kakiból készült karácsonyfadíszei mellett keresettek az egészen különleges termékei is. Csak akkor még a tortán is. A tortán is kaka? A tortán is. Hát hogy csináltak a tortára kakát? Hát ki eszi azt meg? Hát de ez nem büdös. Ez száraz, és ugye be van lagozva, és hát ez... Nagyon érdekes, de csak kaka. Mennyi szuvenírt, emléket tetszett életében csinálni kakából, jávorszarvas kakiból? Én aztán nem tudom. És akkor most jöjjön az egész ötlet legfontosabb eleme. A természetet egészen elképesztő módon szerető és tisztelő Alaszkában ezeket a szuveníreket Ilonka néni 100%-os természetes alaszkai alapanyagból készült emléktárgyként reklámozta, és ez lett az átütő siker záloga, meg a meggazdagodásé. A jávorszarvas kakiból készült szuvenírből egyébként jól meg lehetett élni? Hát, ha úgy nézik, igen, mert nem azt mondom, hogy abból lettek a házaim, én azt mondom, hogy jó Isten adta nekem a házakat, de én nagyon büszke vagyok, hogy a semmivel kezdtem, és két házam ki van fizetve, a harmadikat eladtam a lakást, de gyönyörű lakásom is volt, és hát csak ebből a munkámból, a kakiból, a pilótákból, a vendégekből. És mondhatjuk azt, hogy Ilonka a kakiból is pénzt csinált? Hát igen, sőt, még amit meg se csináltam dísznek. Ezt hogy tetszik érteni? Hát, hogy egyszerűen a kaki meg volt szárítva, sőt, még le se volt lagozva. És azt is eladta? Azt is. Mennyiért tetszett eladni? Azt a $100. Hát ez volt az én mini körutazásom Floridától Hawaiion át Alaszkáig. Ha tetszett a film, iratkozzatok fel a csatornámra, mert jönnek a további mozik. Mostanra pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.